Üdvözöllek! Elérkeztünk sorozatunk negyedik epizódjához, amelynek címe Egy élet, amely megváltoztatta a világot. A te életedet is átformálhatja. Két férfi több száz kilométert utazott vonatta az Egyesült Államokban. Mivel az út igen hosszú volt, minden féléről beszélgettek, hogy elüssék az időt. Beszéltek az időjárásról és a politikáról gyermekkori tapasztalataikról, családjaikról és házasságaikról. Végül a vallásra terelődött a szó. Egyikük ateista volt, másik egy keresztény. Az egyik egyáltalán nem hitt Istenben, a másik erősen bízott benne. Az egyik soha nem olvasta a Bibliát. A másik folyamatosan tanulmányozta. Ezen a forró nyári délutánon Jézus Krisztusról kezdtek beszélgetni. Az ateista férfi nagyon fontos kérdéseket tett fel keresztény barátjának. Például, miért vagy keresztény? Nem csupán egy földrajzi véletlennek a következtében? Egy keresztény országban születtél, nem de? Miben különbözik Jézus bármelyik másik híres embertől? Többe Jézus egy elkölcsi tanítónál vagy filozófusnál. Hogyan lehetsz biztos afelől, hogy Jézus teljesen az, akinek vallotta magát? Hogy lehetsz biztos afelől, hogy Jézus Isten és is valóban adhat örök életet? Az ateista jó kérdéseket vetett fel ezen a forró nyári délutánon. A keresztény barát igyekezett mindegyiket megválaszolni. Teljesen bizonyos, hogy ezekre a kérdésekre lehet jó válaszokat adni, és ezeknek a válaszoknak a megértése örök életet jelent. Nagyon sok híres ember született már erre a világra. Köztük sokan hozzájárultak ahhoz, hogy kellemesebbé tegyék a földi életet. Királyok, államelnökök, valási, katonai vezetők, tudósok és művészek hagytak maguk után maradandó emlékeket. A nevük jól ismert a világ minden egyes táján. Egy név azonban kimagaslik az összes többi közül. Még a történelmet is az ő születéséhez viszonyítva számoljuk. Ez a személy Jézus Krisztus. Jézus neve a leghíresebb a történelemben. Nevének ismerete azonban még nem jelenti azt, hogy őt magát is megismertük. A mostani előadásban a történelmi Jézusról, a bibliai Jézusról szeretnék beszélni. Talán elgondolkodtál már azon, hogy valójában ki is Jézus, és miért más ő. Tanítványai közül ketten szintén elgondolkodtak erről. Amikor Jézus a feltámadás után az Emmausi úton találkozott két tanítványával, kifejtette előttük azokat a bibliai proféciákat, amelyek életének utolsó napjaiban teljesedtek be. Lukács evangélium a 24. fejezet 25 és 27 verse így hangzik. Ó, balgatagok és reszívűek resz mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak! És elkezdvén mózes és minden profétáktól fogva, magyarázza valanékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Tekintsük át Jézus messiási voltának bizonyítékait. Csodálatos születése. Sok-sok évvel Krisztus születése előtt és Ésajás ezt írta. Ezért ádjelt néktek az Úr maga. Imé a szűz fog a méhében, és szül fiat, s nevezi azt Imánuelnek. Jézusnak sok neve van, mint például Imánuel, Jézus, Megváltó, Krisztus és Messiás. Ésajás több mint 600 évvel Jézus megszületése előtt, írta le ezt a proféciát. Egy angyal szó szerint idézte ezt a proféciát, ezzel is igazolva, hogy Jézus volt a messiás. Figyeljük meg, mit mondott az angyal Máriának Jézus születésével kapcsolatban. A Máté Evangélium a első fejezet 18. verse így hangzik. A Jézus Krisztus születése pedig így vala. Mária, az ő anyja, egyegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. Születési helye De te, Efratának Betleheme, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelem. Mint egy 700 évvel Krisztus születése előtt, Mikeás pontosan megjövendölte, hogy Jézus Betlehemben fog megszületni amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben. Az új szövetség igazolja Mikeás proféciáját. Jézus több volt egy egyszerű jó embernél, elkölcsi tanítónál vagy filozófusnál. Jézus az Isten fia volt. Szűztől született, ahogyan azt Ézsaiás proféta előre megjövendölte. Betlehemben született, ahogyan ezt Mikás proféta előre megjövendölte. A bibliai jövendülések évszázadokkal előre megjelentették Krisztus életének jelentős mozanatait. Ezek a proféciák szó szerint teljesültek. Ádám és Éva bűnbeesése után Istennek volt egy terve. Szeretete révén elküldte Jézust földünkre, hogy itt tökéletes életet éljen és meghalljon a bűneinkért. Helyettünk hozta meg az áldozatát, hogy amennyiben elfogadjuk őt megváltónknak, örök életet nyerhessünk. Ezt hívjuk a megváltási tervnek. Mintegy 2000 évvel ezelőtt bölcs-keleti emberek tanulmányozták a Szentírást. Egy nagy király jöveteléről olvastak, és tudták, hogy nem sokára megérkezik. Tudták, hogy eljött az idő és hogy a csillag az újszülött király jeleként tűnt fel az égen. Betlehemben találták meg Jézust. Meghajoltak előtte, és kifejezték iránta a hódolatukat. És szüle az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivel hogy nem valanékik helyük a vendégfogadóháznál. Mivel nem volt hely a fogadóban, Jézus a jászolban feküdt. Szegényes körülmények között jött világra. Édesanyja kedves fiatal nő volt, amikor az angyal elmondta neki, hogy ő fogja világra hozni Isten fiát. Habár Jézus az Isten fia volt, ő épp olyan Isten volt, mint az Atya. Pálapostól azt írja, hogy noha egyenlő volt Istennel, szolgai formát öltött és emberként jelent meg. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megerősíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Jézus hozzánk hasonló életet élt a Földön. Ő azonban tiszta és büntelen életet élt, hogy áldozatot hozzon örök életünk érdekében. Életének utolsó 24 órájában több évszázados proféciák teljesedtek be szóról szóra. Vegyük például Judás esetét. Zsoltárok könyvének 41. fejezet 10. verse így szól. Még az én jó akarom is, akiben bíztam, aki kenyeremetette, felemelte sarkát ellenem. Péter megkérdezte Jézust, hogy ki fogja elárulni őt. És Jézus így válaszolt: Az, akinek én a bemártott falatot adom. A következő az árulónak fizetett összeg. Szakariás próféta könyvének 11. fejezet 12. verse így hangzik. És 30 ezüst pénzt fizettek béremű. Akkor a 12 közül egy, akit Iskár és Jódásnak hívtak, a főpapokhoz menvén mondta mit akartok nékem adni? És én a kezetekbe adom őt. Azok pedig rendelének néki harminc ezüst pénzt. Megverése és megcsúfolása. Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem födöztem be gyalázás és köbdösés előtt, írja Jézsajás próféta. Akkor szemébe köbdösének, és arcul csapdosák őt némelyek pedig botokkal verék. Írja Máté Evangélium a 26. fejezet 67. versében. Következő, kezeinek és lábainak átjukasztása. Átjukasztották kezeimet és lábaimat. Tamás apostol, aki kételkedett a feltámadás hihetőségével kapcsolatban, így szólt Jézus feltámadásáról. Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, semmiképpen el nem hiszem. Következő a bűnösök közé sorolták. Figyeljük meg, hogyan teljesedett ez a profécia szó szerint. olyas proféta 53. fejezet 12. verse, mert találjuk, a bűnösök közé számláthatott. Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felől és beteljesedék az írás, amely azt mondja, és a bűnösök közé számlátaték. A következő ruhájára sorsot vetettek. Dávid király ezer évvel a messiás halála előtt megmondta, hogy mi fog történni Jézus köntösével és ruhájával, amely így szól. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vevék az ő ruháit, és négy részre oszták. A köntös pedig varástalan vala, felülről mindvégig szövött. Mondának azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot rá, kié legyen. A következő a kereszten elhangzott szavai. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? írja Zsoltárok könyve 22. fejezet első vers. Hasonlítsuk össze ezt az Ószövetség ige verset a Máté Evangélium a 27. fejezet 46. versével. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus a 9. órában ejtette ki ezeket a szavakat, közvetlenül halála előtt. Nagyon sok profécia a kapcsolatban teljesen kívül állt Jézus emberi hatáskörén. Nem határozhatta meg születésének helyét, születési körülményeit, az elárultatását, vagy a saját halálával kapcsolatos körülményeket. Tehát Jézus minden tekintetben betöltötte a messiásra vonatkozó proféciákat. Amikor átszögezett kezekkel és lábakkal valamint az ostor csapásoktól sajgó háttal a kereszten függött, amikor a homloka tövis koronától vérzett, és el kellett hordoznia a csúfolódó tömeg káromlását. Tízezer angyalt is segítségül hívhatott volna a világ elpusztítása és saját megszabadulása érdekében. Így azonban nem válthatott volna meg bennünket. Elgondolkodtál már azon, hogy van-e valaki, aki törődik veled? Jézus egészen biztosan. Ez bizonyította, mint egy 2000 évvel ezelőtt egy Jeruzsálem melletti magányos hegyen. Ez megindítja a mi büszke szívünket. Angyalok ezreit hívhatta volna segítségül, de hála Istennek, hogy nem tette. Inkább meghalt te érted, és én értem. Ez a fontos kérdés kicsoda Jézus a te számodra. Jézus eljött földünkre, hogy tökéletes élete által helyettesíteni tudjon bennünket, bűnös embereket. Elszenvedte helyettünk a kárhozat halálát, hogy örök életünk lehessen. A Biblia így szól áldozatáról. Utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. És ő megsebisítetett bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint jók, jöttünk. kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, amely mészászékre vitetik. A Biblia itt bárányként utal Jézusra. A Biblia sok más helyen nevezi még így Jézust. A jelenések könyve beszél az élet könyvéről, amely a bárányé, aki megületett a világ alapítása óta. 24 vén leborul a bárány előtt, mondván, méltó a megöletett bárány. Jézus az a bárány, aki megváltott minket az örök halálból, és helyette örök élete ajándékozott meg bennünket. Róma 6. fejezet 23. versét így idézem. Mert a bűn halál. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami urunk Krisztus Jézusban. Amikor Ádám és Éva bűnbe esett, a bűn elszakította őket Istentől, és nem fogyaszthatták többé az élet fájának gyümölcsét. Istennek ki kellett zárni őket édenkerti otthonukból, hogy ne ehessenek többet az élet fájáról, ami az örök életet biztosította volna számukra. Az életfájának gyümölcsétől megvonva, életerejük fokozatosan elgyengült, míg végül meghaltak. És kiűzé az embert, és oda az édenkertjének keleti oldala felől a kérubokat, és a villogó balos lángját, hogy őrizzék az életfájának útját. Isten megosztotta velük megmentésükre készült tervét. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. A te magod között, ez sátán követői, és az ő magva között, ezek Krisztus követői, az neked, sátán, fejedre tapos, te pedig annak, Jézus, sarkát mardosod. Mit jelent ez a szó? A taposni szó Héber megfelelője azt jelenti, hogy összetörni. Nyilvánvaló, hogy sokkal komolyabb csapás jelent összetörni valakinek a fejét, mint a sarkát mardosni. Krisztus diadalmaskodni fog sátán felett. Isten valami mást is tett annak érdekében, hogy az embert a megváltási tervre emlékeztesse. Bevezette az áldozati rendszert. Ezáltal fejezték ki az Isten bárányába, azaz Jézusba vetett hitüket, aki egy napon majd meghal azért, hogy áldozata révén örök életet nyerhessenek. A Biblia nem mondja el pontosan, hogy mikor vezette be ezt az áldozati rendszert, de azt tudjuk, hogy amikor Ádám és Éva ráébredtek mesztelenségükre, Isten bőrből készített számukra ruhát. A Biblia következő fejezetében arról olvashatunk, hogy Káin és Ábel áldozatokat hoztak az úrnak. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az úr Ábelre és az ő ajándékára. A Biblia azt mondja, hogy Isten Kainra és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté. Ábel bárányt hozott áldozatul, mely Isten bárányának a halálát jelképezte. Káin azonban a föld gyümölcséből hozott áldozatot. A vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Írja a zsidókhoz írt levél 9. fejezet 22. verse. Amikor Isten kihozta Izrael gyermekeit az egyitomi szolgaságból, sok leckét tanított nekik a szentély szolgálattal kapcsolatos ceremóniák által. Isten útmutatást adott Mózesnek, a Szent Sátor megépítésére a pusztában. A sátor pontos másolata volt a mennyben épült templomnak. A pászka ünnepe volt az egyik olyan zsidóknak adott megemlékezés, amely a megölt bárányról tanította a népet. Az első hónap 14. napján a zsidó családoknak meg kellett ölni egy bárányt, és annak vérét fel kellett kenni otthonuk ajtófélfájra. Ez egy jel volt, hogy a bárány vérének oltalma alatt állnak. Azon az éjszakán a pusztító angyalok kikerülték a vér oltalma alatt álló otthonokat, és nem ártottak senkinek azokban. A Pászka ünnepének célja az emlékeztetés volt, hogy csak a bárány vére szabadíthatja meg az embert a pusztulástól. Az áldozati állatok önmagukban nem tisztítottak meg senkit a bűntől. Az emberek Isten áldozatába vetett hitem mentette meg őket a bűntől. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 26. verse így hangzik. Így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Keresztelő János Jézusra mutatott és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az évek során a szolgálat és a ceremóniák a messiás, azaz Isten bárányának eljövetelére mutattak. Az évszázadok során minden egyes megölt bárány vére Jézus értünk kiontott vérét jelképezte. Jézus a világ megváltója. Jézus megbocsátja a bűnöket. Jézus megszabadít a bűntudat kárhoztató érzésétől. Jézus élni tanít bennünket. Jézus élete példa számunkra. Jézus erővel tölti meg életünket. Jézus megváltoztatja szívünket. Jézus új élettel ajándékoz meg. Amikor Sir Ernest Shackleton 1914-ben ismét megkísérelte átszelni a déli jeges tengert, Endurance nevű hajója jéghegynek ütközött. A személyzet néhány napi sodródás után az Elefánt szigeten kötött ki. Seklöton letáborozott embereivel egy olyan helyen, ahol tartalékai segítségével esélyük volt átvészelni az előttük álló telet. Azonban hamarosan ráébredt, hogy senki nem igyekszik megmentésükre. Senki nem tudta, hol vannak. A fagyos és viharos jeges tenger elvágta őket a világtól. Egyetlen út volt a menekvésre. Valakinek át kellett szelnie a zolt tengert, hogy segítséget hívjon. Sekleton egy kis csónak építésébe kezdett. Önkéntesekből kiválasztott maga mellé hét embert. Mintegy 1500 kilométert kellett megtenniük ahhoz, hogy eljussanak egy norvég kikötőbe, dél-Georgia befagyott szigetén. A vállalkozás kivitelezése lehetetlennek tűnt egy nyitott csónakban, és az év legviharosabb időszakában. Teseklötön útnak indult. Néhány napig egy vászon lepedő alatt húzódtak meg, miközben az ádáz hullámokkal szemben fordították a csónakot, és imádkoztak, hogy a szél lene tépje parányi vitorlájukat csontig hatoló hideg volt. Hálózsákaik merevre fagytak. A jeges víz szüntelenül a hátukra fröccsent. Ételük és italuk sem volt. Tizennégy nappal elindulásuk után, amikor már majdnem minnyáján ájultak voltak a fáradtságtól és a szomjúságtól, megpillantották dél Georgia fekete szikláit. Shackleton sikerrel járt. Hamarosan hajó sietett a maradék hajótöröttek megmentésére. Amikor Isten meglátta a reménytelen helyzetünket a mindenkitől elzárt és bűnökkel körülvett szigetünkön, ő maga vetette bele magát az ádásztengerbe. tengerbe. Magára vállalta a gonoszságtól fagyos és gyilkos emberiség megmentését. Az egész világegyetemen nincs még egy olyan személy, mint Jézus. Egyedül Ő szabadíthat meg minket. Egyedül Ő veheti el maró bűntudatunkat, és változtathatja meg az életünket. Egyedül Ő kínálhatja fel nekünk az örök élet ajándékát. Mond utánam. Igen, Jézus elfogadom most, hogy Uram és megváltom vagy. Hiszem, hogy meghaltál értem, és örömmel adom át néked életemet. És most imádkozzunk. Drága Istenem, köszönjük szépen neked azt, hogy adtad a te fiadat, Jézust, és hogy láthattuk a Biblián keresztül mindazt, hogy több száz évvel ezelőtt ilyen pontosan szóró szóra, ilyen megjövendőlt proféciákon át bemutattad a messiás életét, hogy neki majd szenvednie kell miértünk, és csúfosan meg kell, hogy halljam. Köszönjük ezt, és megláttuk azt, hogy bízhatunk benned, mert te utánunk jöttél, és felkínálod a te halálod révén az életet számunkra. Köszönjük, hogy velünk vagy, és segíts meg bennünket a mi életünkben. Amen. Seret et te nosi, fegis me